A kísérletünk az úgy fog kinézni, hogy én ezt elkezdem önteni. Mindenképpen szeretném elmondani, hogy a kísérletben az üvegedény csak addig fog lehűlni a cseppfolyós nitrogén hőmérsékletére, ameddig az a cseppfolyós nitrogénbe beleér. Az a része ott fölül, itt fölül, ez természetesen szobahőmérsékletű, és amit kell nekünk látni, az az, hogy még most lötyög ez a folyadék, és ahogy ez lötyög, itt a közelülők láthatják, hogy elkezd itt párásodni, és a párásodás révén rájövünk, hogy ez elkezd hűlni. És ahogy hűl és hűl, egyszer csak azt fogjuk látni, hogy szép nagy kristályok fejlődnek, éppen ott látszik, és ezek a kristályok megfagyasztott. Tehát ez azt jelenti, hogy megfagyott az anyag. Egy olyan halmazállapot változást láttunk, amit úgy hűtöttünk le valamit, hogy lecsökkentettük a nyomást, ennek hatására hevesen elkezdett párologni, a párologás hőt van el, és ennek eredményeként, hogyha én ezt most innen leveszem, szerintem jól lehet látni, hogy ez tényleg megfagyott.